Jó estét! Köszönöm, hogy ilyen szép számban összegyűltek. Remélem, hogy nem fogják megbánni. Arról szeretnék így az elején elmélkedni, hogy mindazok az emberek, akik valamiféle szellemi teljesítménnyel próbálnak érvényesülni, azzal a dilemmával találkoznak, hogy mennyit szerepeljenek. Ez ugyanúgy érint tudóst, sportolót, írót, színészt, mindenkit. Ezen a színpadon egyszer Szilágyi Ákos, az éneklő költő, egy függvényt bocsátott rendelkezésünkre, ha ugyanez függvény matematikailag. Szóval mindesetre ő azt mondta, hogy a tudomány vagy a szellem embere számára a televíziós vagy más nyilvános szereplés fordított arányban áll az ő megbecsülésével. Tehát minél többet van előtérben, annál kevésbé becsülik. Ekkor kicsit elszomorodtam, mert én ugye eléggé visszaéltem a televízió lehetőségével, de utána a Tétován hozzátette, ez az írókra nem nagyon vonatkozik. Szeretném, ha ma erről is szó esnék egy kicsit. A mai vendégem egy nagyon fiatal lány, akinek 3 vagy 4 kötete van, majd ez is kiderül, és ezt nehéz kinézni belőle, ha meglátják. Persze, aki már látta, annak már is nehéz kinézni. Aki nem, az majd most. Tisza Kata. Jó estét kívánok! Szervusz! Foglalj helyet! Köszönöm! Figyelj, én már gyerekkorom óta arra készültem, hogy én a nagy eltén leszek hallgató. Tehát én 10 évesen az egyetemistákkal barátkoztam, akik átjártak Pestre, az eltére, és tőlük csortam el a könyveket, és aztán ott villogtam velük otthon. És emlékszem, hogy olvastam én nagyon friss amerikai kiadványokat, amelyet az itteni egyetemeken tanítottak, és otthon még senki nem ismerte őket. És akkor a gimnáziumban a feleleteimbe belesződtem ilyen hosszas, és mindenki el volt ájulva, szóval, hogy én tudatosan arra készültem, hogy igenis, én az ELTE hallgatója leszek, és bármi történik, én érettségi után idejövök. 20 év múlva idejövünk, és beszélgetünk. Mit szeretnél, hogy akkor te mi legyél, mit értél el, és mivel lennél elégedett, ha akkor hova jutnál? Nekem a legfontosabb momentuma az életemnek az az írás. Tehát én belekerültem, elég sok ajánlatot kaptam médiumoktól, és ki is próbáltam, és foglalkoztam, és ugye tanultam is ezt a szakmát. Én tulajdonképpen azt hiszem, ki lehet mondani, hogy Magyarországon ez egy megélhetési forrás a számomra. Az írás az meg a szerelmem. Tehát az nem egy stabil jövedelemforrásom. Magyarországon mondjuk még akkor se, hogyha történetesen mondjuk sikerkönyvet írsz, még ahhoz fiatal vagyok, lehet majd egyszer az lesz, és ezt szeretném. Tehát nekem ez most egy... Hány könyved legyen? Nem akarok számokat mondani, inkább azt mondanám, hogy sikerüljön átadnom egy üzenetet, sikerüljön az, hogy fölhívjam az emberek figyelmét olyan dolgokra, amelyek nagyon betegen működnek ebben a társadalomban, akár magánéleti, akár társadalmi, akár kisebbségi kérdésekről van szó. Hogy ez eljusson minél több emberhez, hogy elérjem azt, hogy ezen elgondolkodjanak, hogy elérjem azt, hogyha 20 év múlva itt ülünk, akkor ne ez legyen a kérdés, hanem ennél már sokkal felszabadultabban és sokkal empatikusabban kezeljük egymást.